Az intézményben tanuló gyerekek szüleinek egy csoportja úgy döntött, hogy az iskola belső udvarának felújításával megpróbálják színesebbé és tartalmasabbá varázsolni a fiatalok mindennapjait. A kezdeményezés a Szivárvány udvar nevet kapta, melynek keretében egyebek mellett falfestés, padfelújítás és egy játszósarok kialakítása is megvalósult augusztus második felében. A szülők összefogásához menet közben is sokan csatlakoztak. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a munkával kapcsolatban. Valamint anyagilag is egyre többen járulnak hozzá. Hát az összeg nem túl magas, amivel, amit sikerült összeszednünk, de mi már ennek is nagyon örültünk, hiszen a festékeket meg tudtuk venni, a gumikat ajándékba kaptuk, festéket is nagyon sokat kaptunk, ajándékba virágföldet kaptunk, növényeket. Tehát tényleg olyan dolgokat, amiket így úgymond meg tudtunk spórolni, tehát ez nekünk nagyon sokat segített. Külön öröm volt a szervezők számára, hogy a felnőttek mellett a gyerekek is kivették részüket a felújításból. Az önzetlen segítséget nyújtó résztvevők, az udvar fásítását és virágosítását, valamint a salakos futópálya gazolását is elvégezték. Az összegyűlt felajánlásokból a felújításhoz szükséges festékeket és különböző játékokat, mint például tollas és teniszütőket, valamint hullahop karikákat, ugróköteleket, és labdákat vásároltak. A példaértékű civil kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek ősztől a korábbiaktól sokkal tartalmasabban tölthetik majd el szabadidejüket az iskola udvarán.